Nem tudtunk beszélgetni. Tehát nem tudsz egy szót elmondani, mert nem hallja értettem. A hangot, de nem érti. Igen, és akkor volt ez a Braille ABC, ilyen kis papír négyzetben, A-tól Z-ig, és akkor ott tettem rá a kezére egy betűnként, hogy tudod, és akkor jó reggelt, kommunikálni, és közben ott nem lehet, hogy nagyon lelki, tehát ilyen SMS szinten lehet kommunikálni, hogy egy szó, egy 10 perc. És a lehetőség érzésem volt a hallásom miatt, nem is a látásom, hanem a hallásom. Az én családi hátterem nem egy vallásos családi háttér, egy teljesen ateista. Szerettem a vidámságot, a mások kifigurázását. Ezt is úgy fogtam föl egy jó poén. Erősen az ülés útja felé sodródtam, így magányos voltam. Az első képem a Zoliról az volt, hogy volt egy cipőm, folyton dicsérgette, hogy milyen jól néz ki. Egyre jobban megismertem Vikucot, és egyre inkább szimpatikus lett számomra. Nagyon sokat nevettünk, és nagyon sokat poénkodtunk. És emlékszek rá, hogy megkérdezte tőlem csak úgy, hogy én leszek-e a menyasszonya. És én azt hittem először, hogy viccel, és elkezdtem nevetni. És akkor csak az volt a furcsa, hogy hát ő meg csendben van. Akkor esetleg, hogy lehet, hogy komolyan kérdezi. Én nem éreztem, hogy én nagyon dilemmáztam volna egy összességében ebben az ismerkedési fázisban, mert mitől házasság egy házasság? Hogy ez csak két úgymond egészséges embernek jár, és attól boldog lesz, hogy a két egészséges? Ugyanakkor ott volt egy bimbózó kapcsolatom, de Istennek mi a célja? És akkor örök kérdés, hogy hogyan értem meg Istennek az akaratát? Elhomályosodott az ige, háttérbe szorultak Isten ígéretei, mindannyiunkat fenyeget ez a veszély, hogy összejönnek a bajok, nem bírom tovább. A teljesítő képességünk végéhez élünk, Isten az ő igéjével tartja karban folyamatosan a benne hívőket. De hallgatni kell az igét, szívünkig kell engedni az igét. Egészségesen születtem, másfél éves koromban kezdett el omlani a látásom, 3 éves koromban a hallásom az elment szintre egyik napról a másikra. Orvostól orvosig jártunk, de nem tudták, hogy ez mi ez. Hát sokat voltam kórházban, aminek nem sok értelme volt, tehát anyu mesélt el utólag, hogy végül is azért tartottam meg heteket, vagy egy hetet is, hogy mutogassanak az orvostan hallgatóknak, hogy na, hát itt van egy ilyen, és hogy nem tudják, hogy mi a baja. 3 éves koromban hallókészléket kaptam, a vakok általános iskolájába kellett nekem járjak iskolába. Kellett? Hát akkor igen. Igen, akkor még nem volt integrálás. Uh-huh. És amivel anyukám pedagógus volt, ezért ő megkövetelte azt, hogy tanuljak. És ugye én tanultam. És ezért volt egy kis kiközösítés is, hogy én tanulni szeretnék, a többiek meg nem. Majd az osztálytársaim. Na mindegy, volt egy ilyen. Tehát, hogy a család... És hogy tudtál tanulni? Könyvek? Hát az általános iskolában még voltak tankönyvek. Ilyen pontírású tankönyvek. És én a 8. osztályomat azt integrált oktatásban végeztem anyuéknek az iskolájában. És akkor kezdődött végül a probléma, mert szüleim felolvasták a diktafonra a tananyagot, és én pedig délutánonként, meg este, meg éjszaka, meg hétvégén írtam le, másoltam le magnóról pontírógépen az anyagot. De aztán ott kellett végül is a látótársadalomba beilleszkednem, itt a 8. osztályba, ami végül is ment, tehát ezzel nem volt bajom, viszont annyi bajom volt, hogy visszahúzódó voltam. Én voltam az első egyébként, aki integrált oktatásban tanult, mert ugye előtte még nem volt ilyen, tehát akkor még totál nem tudták, hogy hogyan álljanak hozzám, meg mi van. De így szépen ki lett találva, tehát kitaláltuk azt, hogy mondjuk, hogyha írásbeli dolgozatot kellett írni, akkor engem lefelejtettek szünetbe. Uh-huh. Meg tehát ugyanúgy megkövetelték tőlem azt,
amit a többiektől, tehát nem volt kivételezés egyáltalán. Hát egy utólag visszaemlékezve szerintem attól függetlenül, hogy zárkózott voltam, szerintem így be, tehát beilleszkedtem én, meg szerettek, tehát nem... Inkább az volt, hogy mindig, amikor voltak ilyen délutáni programok, farsang, meg egyéb ilyen iskolai programok, akkor én onnan menekültem. Tehát én nem maradtam ott semmilyen közösségi programon. Aztán utána a gimnáziumba kerültem, látó gimnáziumba. Hát, na hát az nagyon nehéz volt, főleg a matematika, fizika, kémia része, amiből nem voltak meg az általános iskolás alapjai. És akkor hát apukámmal matekoztunk, fizikáztunk, kémiáztunk esténként. Volt egy ilyen rajztábla, amire, hogyha ilyen ekkora nagyságú rajztábla, amire, hogyha ő ilyen ceruzával rajzolt, akkor lehetett érezni, hogy mit rajzol, és akkor ő úgy próbálta nekem elmagyarázni. Nagyon magas létszámú osztályunk volt, körülbelül 3-mal voltam jóban. Az összes többivel semmi kapcsolatom nem volt. Nem, de miért nem? Hát azért, mert visszahúzódó voltam. De tényleg szó szerint, tehát én nem. Ezzel a három emberrel nagyon jól elbeszélgettem, meg. De miért voltál visszahúzódó? Mert akkor már nekem romlott, és tehát fokozatosan romlott a hallásom. Na, sok szám, mert a hallókészülék téma az külön szálon fut. Hogy akkor már így folyamatosan hallókészüléket kellett váltanom, folyamatosan szűkült be a beszédértési tartományom, tehát így körülbelül fél évente váltanom kellett hallókészüléket, amit a lelkileg nagyon megviselt. Istenről gimnázista koromban kezdtem el hallani, és talán nekem ez adott erőt az egész gimnáziumhoz. Megismerkedtem egy lányal, egy folyammal járt alattam gimnáziumban, én voltam másodikos, ő elsős, és oda jött hozzám egyik szünetben, és csak úgy spontán elkezdett engem kérdezgetni. És gyakorlatilag, ameddig én gimnáziumban jártam, addig mindig oda, tehát mindig beszélgettünk. És talán ő volt az, akit Isten küldött hozzám. Egyszerűen azt éreztem rajta szerintem, hogy elfogadott engem. És hogy nem kellett előtte magam megjátszani, hanem tudtam vele beszélgetni. Közösségi programokra egyáltalán nem mentem el, itt sem, osztálytársakkal nem tartottam a kapcsolatot, csak ezzel a hárommal, de volt egy fordulópont, tehát a gimnázium 3.-4. éve közötti nyáron. Tanyukám mondta, hogy hát szeretett nekem egy közösséget, és rettenetesen megijedtem, én nagyon elkezdtem, annyira megijedtem, hogy most akkor mit csináljak. De az volt Istennek a rendezése, hogy az egyik lány az ott dolgozott, ahol én laktam. Pár háztömbben árébb, és így automatikusan jött hozzám ifi előtt, hogy elviszi ifire. És ezért nekem mennem kellett, mert nem volt képem azt mondani, nem megyek. És akkor így mentem. Minden szerdán ott voltam az ifin. Közben ugye végeztem a gimnáziumi évemet, azt leérettségiztem. Szüleimnek hála, hogy így tök jó eredménnyel. És ott maradt a kérdés bennem, hogy akkor most mi van, tehát most hogyan tovább. Szüleimtől minden szükséges megkaptam, ami úgy gondolom kell, nekem csak tanulnom kellett, illetve befogtak az otthoni munkába, főleg az édesapám mellett rengeteget dolgoztam, amit akkor nagyon nem szerettem, de utólag nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy megtanított a munkára, amit most örömnek találok, de akkor az igencsak nem annak tűnt. Teljesen ateista nevelést kaptunk, de mégis úgy érzem, hogy a 10 parancsolatnak az erkölcsi szintjét azt megkövetelték, amit jó párszor keresztül is hágtam, kétszer is megloptam szüleimet, főleg kétszer megloptam édesapámat, amit nagyon, nagyon elvertek, amit akkor ugye nagyon nem díjaztam, de utólag én is jól kalapáltam volna magamat,
mert akkor nem kapnak el, akkor ki tudja, hogy most hol vagyok. Nyitogattam a szárnyomat az ilyen bandázás felé, amit az osztálytársaim is végeztek, és azt is nagyon karakteresen lenyírbálták, és így végül is megmaradtam otthon a szülői fészekben, a szülői kontroll alatt, amit akkor ugye nem, talán akkor sem volt már divat, hanem mindenki elért egy bizonyos életkort, így általános iskola felsőbe, és akkor mindenki járta maga útját. Tanultam és dolgoztam, és ennyi volt. És azért néha elmentem focizni, de így ennyiről szólt nekem az általános iskola. Táncoltál. Igen, és általános iskola 8. osztály felé, tehát így felsőbe elkezdtem járni a helyi sváb táncegyüttesbe, ahol kialakult egy ilyen baráti kör. Édesapám mindig is szimpatizált a református gyülekezetekkel, vallással, egyházzal, és akkor bátorított minket a hugommal együtt, hogy akkor menjünk. Tehát nem az, hogy menjetek, tehát ugye, hogy menjünk a hugommal, és akkor a helyi vörösvári református gyülekezetbe jártunk egy ilyen 2,5 évet, ha jól emlékszem. Egyetemista koromra fölvettek a helyi kollégiumban, megszűnt a hétköznapi szülői felügyelet, és én, mint egy nagy, úgymond vidéki ember, kis neboló, így, na akkor egyetem, akkor ugye ezt el kéne végezni, otthon hozott erkölcsi szintet hozni, hogy tanulni, fiam, tanulni, mert tényleg szülén dolgoztak, semmi kicsapongás, semmi ilyen károszenvedjük nem volt, akkor ugye ez is kötelezett, hogy akkor becsülje meg, hogy fölvettek, de így a fél évek alatt szép lassan bekapcsoltam egy hétközi, meg hétvégi bulikba, amiről a szüleim nem tudtak, sőt, még párszor mondta az édesapám, hogy fiam, hogyha narkós leszel, vagy alkoholista leszel, akkor ki leszel tagadva a család. Én bólogattam, hogy jól van, édesapám, jól van, én. és akkor így zajlottak a fél évek, amúgy így magányos voltam. Irigykedtem a kollégáimra, úgymond, vagy az évfrontársaimra, hogy nekik barátnőjük van, és nekem meg nincsen. Gyerekkorom óta volt bennem minden mellett egy ilyen kisebb rendűségi érzés, ami talán a Vikihez hasonlóan, hogy nem mertem megszólalni emberek előtt, csak a, úgymond a barátok előtt, az ismert arcok előtt, mert ilyen, hát van egy beszédhibám, ami korábban erősebb volt, most talán már fakul, bizonyos betűk, bizonyos szavak, amelyek ilyen betűkkel kezdődnek, azt nagyon nehéz kimondani, dadogás is akár, nem tudom a pontos nevét, és ez nagyon egy nagy kisebb rendőrségi érzést adott nekem, ami meggátolt szerintem így a lányokkal való ismerkedésben is. Hát csak akkor maradt az ülés, meg hiányosan látogattam az egyetemet is. Hétvégenként a egyetemi diszkóba dolgoztam a büfé csapatban. Ott azt tetszett, hogy függetlenedtem a szüleimtől anyagilag, mert ugye fizetést kaptunk érte. És hát az egy úgymond egy üzlet volt, hogy kapok fizetést, a cserébe alkohollal foglalkozunk, és alkohol az, szóval nehéz volt megállni, és megismerkedtem egy lánnyal, akivel hát ismerkedtünk, barátkoztunk, illetve hát ahogy láttam mintát mellettem, a világ szerint éltük a kapcsolatunkat. És egyszer ez a lány csak elém állt, hogy megijesztett minket, magát, mert minket is, hogy lehet, hogy gyerekünk lesz, és hú, és akkor volt az első olyan pillanat, amikor így meghűlt bennem a vér, hogy hoppá, én mivel játszom. Nagyon-nagyon fáradt voltam, ugye sok volt ez a 4 év tanulás, feszültség, hogy ugye csak tanulás semmiről, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor egy évet pihenek, főiskolára szerettem volna menni, és tehát elvégeztem a Bácsi Gusztáv főiskolán egy évet, és akkor hívott a tanárom, hogy hát lenne egy lehetőség, hogy átvennének a Verdi János főiskolára, és hogy holnap adjak választ. Megint csak itt elkezdtem imádkozni, egyszerűen éreztem azt, hogy ez már nem az én kezemben van valahol, ezt éreztem, hogy Isten
Től kell megkérdezem, közben kaptam Braille Bibliát, elkezdtem olvasni, az az ige került elém, hogy akik ragaszkodnak az Úrhoz, bátor tetteket visznek véghez. Na, és akkor tudtam azt, hogy Uram, akkor oké, akkor megyek, akármivel nem, de akkor megyek. De itt is volt az első imám, hogy Uram, hogyha te ezt akarod, akkor oda bejutok úgy, hogy egy hónapon van rá felkészülnöm. És akkor megint elkezdődött az, hogy anyukám felolvasta, én legépeltem, tehát elkezdtem egy hónap alatt készülgetni, de egy hónap alatt nem tudtam megtanulni az összes tételt, tehát lehetetlen volt, amikor nem is értettem hozzá. De nem foglalkoztam ilyennel, és elmentem felvételire, akkor is imádkoztam már, hogy ott a helyen, akkor ott lesz, hanem nem, és pont mindenhol azt a tételt húztam, amit tudtam. Úgyhogy Istennek ez volt a terve, hogy akkor mikor oda kellett menjek. Úgyhogy ez volt az első ilyen komolyabb élményem Istennel. Elkezdtem járni a főiskolára. Nagyon nehéz volt. Nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy járjad egy ilyen tanuló, akinek kellene segítség, hanem végül is én tapostam ki a saját utamat végül is. Így, hogy nincsenek tankönyveim, adóvevőt föl kell tenni a tanára, ugye ezt a készülékemet, hogy fogadják el. Ki is készültem rendesen, úgyhogy a bal fülem az tudópára ment akkor a sok feszültség meg a stressz miatt. Két dolog volt, amit saját kezemben tartottam, és nem akartam átadni Istennek, meg senki másnak, az apukám volt és a fülem. És mind a kettő egy hatalmas harc volt. Kegyelemből léphetünk be, szent jelvételbe, nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. Jelenlétedbe hisz most, hisz óra, kegyelem által vezérelsz, jövünk hozzád, Uram. Megfogalmaztam magamban, hogy nem ez a lányra szeretném lenni az életemet. Tehát a babérokat köszönöm szépen, kérem, de hogy ez áldozattal jár, hogy ez felelősséggel jár, azt, még hogyha meg is fogalmaztam magam, nem tudtam kimondani, hogy nem, mert akkor mi lesz velem, hogy egyedül leszek. Tehát teljesen ilyen csiki-csuki helyzetben voltam. A lánytól vártam, hogy mondja ki szakítást. Ahogy így teltek a hónapok, és megismertem az ő személyiségét, elinkább a rózsaszín szemek mellett láttam az ő valóbani személyiségét, amelyek voltak olyan jellemzők, amik nekem kifejezetten irritált. A szobatársam a kollégiumban elkezdett járni a hit gyülekezetbe, ott megtért, és elkezdte nyomatni az igét felénk ott. Ugye négyen voltunk egy szobában, és elkezdte ott nyomatni az igét, ez kívülről belül, és engem zavart, hogy én még annól jártam a református gyülekezetbe, és tudom, hogy mi az a Biblia, de nem tudtam őt megcáfolni abban, hogy amit ő mond, az lehet, hogy nem teljesen úgy van. És ez arra ösztökélt, hogy na most akkor kezdjem elolvasni a Bibliát, elkezdjek az ő dolgaira reflektálni, illetve volt egy harmadik szál is, hogy nagybátyám, aki lent Békés megyében él, Diaványán, ő megtért a 90-es évek közepén, vagy a 92-93 körül, és mikor őt meglátogattuk így nyaranta, akkor ő is mindig bizonyságot tett Jézusról, én meg, mint egy bárgyú ember, meghallgattam, jó van Ferikén, hát van ilyen, hát szegény, de meghallgattam, az voltak úgy, és nem söpörtem le a polcról. Bennem az volt, hogy egy gyülekezet úgy néz ki, hogy fekete ruhás, fekete táskás, nyugdíjas, nénikek közössége, beülünk, lemormoljuk, amikkel is utána megyünk haza. Tehát teljesen tehát ilyen kép van bennem is, gyanítom, hogy nem csak bennem van ilyen. Magánéletileg a csőd felé haladtam, hogy ott van egy lány, aki nem tudom, mit kezdjek, és de mégis ott van. Van ez a szobatársam, aki nyomatja a hídgyűlis dolgokat. Volt minden szobában internet. Bepötyögtem a keresőbe, hogy Budapest pasaréti gyülekezetnek az ige hirdetéseit. És elkezdtem olvasni, hogy hú, hát ez is olyan hasonló, mint amit a nagybátyám felolvasott, ilyen őszinte légkörű. Rólam szól, így megfogja a szívemet, és szorongat, és szinte minden nap volt valami olyan gondolat, ami úgy, az úgy elgondolkodott volna, a szeretet kérdése, hogy ne a feltételezkössem, hogy kit, hogy fogadok el, hogy szeressek. Kiáltottam egy ilyet, hogy Isten, én láttam, hogy milyen undorító dolgot műveltem, aminek hát utálatos,
De hogyha létezel, kérlek, segíts rajtam. És ennyi volt. Másnap a lány fölhívott, és kiderült, hogy mégsem lesz babám. De akkor már, tehát azáltal, hogy fölhívott, én egyszerűen nekem Isten akkor költözött belém. Tehát én, nekem abban volt egy akkora bűnvallásom, hogy ami eddig volt, nem tudom visszatenni, szánom, bánom, mert az Isten kutató, és akkor attól kezdve egyszerűen, hát élet költözött belém. Én nekem semmi olyan nem kötődik a megtérésemhez, olyan nagy mélypont, mint az Zolinak, hanem munkálta Isten. Egyik nap elmentem csütörtökön Pasarétre, és ott volt Robert prédikált, akkor, és pont a megtérésről, és ott volt az ige, hogy térjetek meg hozzám, és én hozzátok térek, és barátnőmtől kaptam egy kazettát, ami pont erről szólt Jézusnak a kereszthaláláról és feltámadásáról. És akkor elkezdtem ezt hallgatni, és akkor ugye már elszíleg mindent tudtam, és akkor, ahogy hallgattam a kazettát, akközben volt ez bennem, ez az egész, hogy elfogadom ezt, hogy mindenestől Jézusé vagyok, és hogy ő mindenemet felvitte a keresztre, az összes bűnömet, és hogy ő meghalt értem, és hogy én a gyermeke vagyok. Napokban olvastam a római levelet, ahol van egy olyan rész, hogy Istennek tetsző élet. És abban benne voltak olyan dolgok, hogy például sírjatok a sírókkal, örüljetek az örvendezőkkel, karoljátok fel a gyengébbeket, figyeljetek oda egymásra. És hogy ezeket így felismertem magamban, hogy ez igazából magam, tehát bennem nem nagyon vannak ezek meg. És hogy úgy szerettem volna, hogy meglegyen, tehát hogy én tényleg oda tudjak figyelni a másik emberre, és utána aztán, amikor megadta nekem azt a kedvő szeretetet, ezt az alapot, utána kezdődtek a próbatételek, hogy ugye, ha már megvan a hitem, akkor ugye ezződjön a hitem, és akkor adott hitharcokat. Sokat jelentettek a barátok, a hívő barátok, sokat jelentett a Biblia olvasás, az, hogy imádkoztam. Nagymamámat időközben elveszítettem, ő meghalt, de megtért az Úr Jézus a halála előtt, kómába esett. Akkor egyik nap bementem hozzá, és akkor kérdeztem tőle, hogy ugye mama, találkozunk majd még az örök életbe, és hogy ugye hogy elfogadod az Úr Jézust az életed urának. És akkor ez volt egy csoda, hogy rám mosolygott, mert ott volt körülöttem, de is rám mosolygott, és megszólította a kezemet. És akkor ezt tudtam, hogy oké, hogy azt mondja, hogy igen. És ez nekem akkor egy csoda volt, és így engedtük előtt, hogy ő megtért. Második csodája Istennek, amit így tett, hogy édesapám is megtért. Halál előtt pár nappal, azt mondta, mindvégig észem volt, úgyhogy nagyon rákos volt, minden itt áttétje volt, de halála napjáig észnél volt teljesen. Ta egyik nap apukám, hogy jól jegyezzem meg, hogy amit ő mond, jaj, de édes volt, jól jegyezzem meg, amit ő mond, amit most mond nekem, hogy ő felvette az Úr Jézussal a kapcsolatot, és ugye soha ne felejtsem el. És utána kaptam egy igét a Jobb könyvéből, hogy hatalmas dolgokat tehetek veletek. És azt nem értettem, hogy pont apukám betegségében milyen hatalmas dolgokat tehet, mert én tudtam, hogy nem fog meggyógyulni. A halál előtti napon Zolival mentünk be hozzá először Bibliát olvasni, mindvégig figyelt, mosolygott. Utána semmi búcsú nem volt, semmi nem volt. Csak kezet fogtunk apuval, megpuszítottunk egymásnak, és ennyi volt, és már nem találkoztunk. Minden tövé szegésünket elvette, a meren drága szent vérével mosta meg. Minden tövé szegésünket elvette,
Biblia nekem nagyon kemény volt, most elkezdem olvasni, nekem nagyon sok mindent nem értettem. Viszont prédikációkon keresztül elő volt rágva. Nekem ezt jelentett az első év, hogy Isten leverte az alapokat, cölöpöket, hogy mit mond magáról, az ő igazságáról, kegyelméről, szeretetéről. Még nem szakítottunk, és én abba örülöttem, hogy ez a lány vasárnaponként járt templomba. Én is vasárnaponként jártam templomba, de a megtérésem után éreztem, hogy ez kevés. Tehát Isten nem csak azt akarja, hogy elmenjünk hetente egy órát, hanem egyszerűen nekem ez egy nagy feszítés volt, hogy most akkor Isten mit akar, hogy ezt a kapcsolatot szüntessük meg, hagyjuk abba, vagy én eszköze lehessek, hogy ezt a lányt valahogy megtérésre hívjam. Megtérésem előtt én egy abszolút nem voltam egy lelki ember. Tehát én nem is tudtam, mi az, hogy bűn, meg szeretet, meg hogy szeretetlenség. Tehát én, ha visszatekintek saját magamra, akkor egy ilyen ösztönember-szerű voltam, aki úgy megvoltak a célja, hogy tanulok, vizsgázok, hazamegyek, segítek. Tehát egyszerűen az emberi kapcsolatokkal én nem nagyon foglalkoztam. Emberileg én még azért ugye nem teljesen változtam meg, mert ott volt az a természetem, hogy nem mertem kimondani, hogy szakítás, ugyanakkor meg én inkább látom azt, hogyha a lányban nincs változás, és én meg ugye ragaszkodok az Istenemhez, akkor vannak alapkötek, hogy nem éltünk paráznaságban, még hogyha nem is éltünk úgy paráznaságban, akkor is van egy keret egy kapcsolatnak, meg az, hogy mit keres, hogy is mondja az ige, hogy az élő mellett a halott, vagy ki hozik ezt. Tehát Felemási Gábor is beszélt az ige. És ez nekem, tehát Isten nekem adott bő fél évet, míg ezeket az alapokat úgy megerősítette, hogy kimondjam a szakítást. És ez részemre egy akkora győzelem volt, mellette az összes kapcsolatomban én voltam a papucs, én voltam az, aki sodródik, örültem, egy meghunyászkodó ember voltam, örültem, hogy valaki engem elfogad, és örültem, hogy engem úgymond valaki szeret, hogy valaki odafigyel rám. Érdekes. Visszatekintem magamra, és ez volt az első, mikor vettem a bátorságot, hogy kimondjam azt, ami a szívemnek a meggyőződése, és nem ellene döntök, és nem kötök ilyen bazin nagy kompromisszumot. És én tudtam, hogy az Uli van, csak így valahogy nem kerestem a társaságát. Egyszer már láttam Vikit, hogy ott vagyok a szerdain, és ő meg jön egy sráccal, aki most jelenleg a legjobb barátom, de csak kísérője volt, mondjam, mert Viki nem tud közlekedni önállóan. Én csak annyit láttam, hogy bejön, és akkor füligér a szájon, tök vidám. Talán láttam rajta, hogy nem lát, de ebben sem biztos, de lehet, hogy láttam rajta, hogy nem lát. De azt láttam, hogy kicsattan a boldogságtól is van. Kezdett járni az agyam, hogy ez hogy lehet, hogy valaki nem lát. Akkor nem tudtam, hogy halókészülék is van, nem lát, de helyen van, és boldog, és hú, mondom, ez hogy csinálja. Egy valaki kiült egy székre, és a többiek feltehettek hozzá kérdéseket, úgyhogy felírták papírra, és valaki összegyűjtötte, és valaki felolvasta a kérdéseket. És hát én is kiültem, és ott nem is jöttek kérdések. És jött egy olyan kérdés, hogy voltam-e már szerelmes. És akkor ennek végül is én kikattantam magamba, hogy hát hogy lehet ilyen, úgy fogalmaztam meg, hogy hát hogy lehet ilyen kicsit pofátlan kérdés föltenni, és hát kiderült, hogy hát ezt kitette föl, hát a Zoli. Egyik szerdai után éppen, hogy összefutottunk, és mondtam neki, hogy kíváncsi lennék az életére, hogy tudná mesélni az életéről. Nem gondoltam volna soha életemben, hogy én Istentől kapok társat a fogyatékosságom miatt. Megbeszéltük, hogy kimegyünk a Margit-szigetre valamelyik héten. Én nem sokat lelkiztem a dolgon, hogy itt mit szólnak hozzá, hogy most akkor ez randinak minősül, mert én nem annak gondoltam. Akkor beállított egy nagy csukor virággal. És én valahogy nem nagyon szerettem az ilyet, hogy most mit akar nekem virágot hozni, és úgy... Ja, meg allergiás voltam rá, meg a másik virágpóra, és úgy... Szóval így nem hatott meg. Tehát én nem tudom miért, de közben meg...
tehát nem hatott meg, de közben meg úgy bennem volt az, hogy na. Bizonyságtételeket ugye hallottunk is, ilyen ismerkedésekről, sokszor kiélezték, hogy az igévezetés, hogy ezt az igét kapták. Érdekes módon nekem így igen, nem, nincs bennem, nekem azok erősítettek meg benne, hogy így hétről hétre mindig tudtunk beszélgetni, és így nem volt bennem görcs, hanem tudtam én is önmagamat adni, úgy láttam, hogy Vicky is feszélyezi magát. Inkább az, hogy ezek a közös eseményeken lélegzett az egész. Illetve a másik meg ugye, hogy talán egy görcs is lehet bennünk így hívőkben, hogy ha valaki elkezd valakinek udvarolni, akkor az már vegye feleségül, vagy menjen hozzá. Hát valahogy ugye az igetlen, ezt nem mondja. Tehát pont erről szól az ismerkedési fázis, hogy az alatt sok minden kiderül, hogy tovább, hogy együtt tovább, vagy külön tovább. Nem dobogtatta meg így a szívemet ez az egész, de egy picit szimpatikus is volt, hogy van bátorsága. Tehát ez a vagánsága, meg egy kicsit, na, ez szimpatikus is volt, de olyan sokat nem agyaltam a dolgon, egyáltalán nem. Közben úgy én így bátorodtam magamnak legalább megfogalmazva, meg Istennek, hogy ez a lány nekem szimpatikus, ugyanakkor meg nem egy átlagos felállás lenne, hogyha ebbe belecsapnánk. És akkor Isten pláne inkább kértem a vezetését, hogyha ez neki kedves, akkor tehát csak akkor kezdjek ebbe bele, hogyha Istennek kedves ez a kapcsolat. Tehát hát előtt volt egy pad, és azt hívtuk ilyen vallomások padjának, mert mindig oda ültünk le beszélgetni, és mindig ott beszéltük meg a kapcsolatunkat. Tehát, hogy most akkor mi, meg ez az egész, és mindig ott imádkoztunk, nagyon jót, és hát annyira jó volt, tehát semmi gőlt, semmi, csak beszélgettünk, imádkoztunk, és nagyon jó volt. Tehát így jó volt. És egyszer, amikor végeztünk az imádsággal, így felmentük a fejünket, és akkor oda jön egy pár, adott nekünk egy csokor orgonát, mert vitrőmű miatt ott mondta, hogy nem vihetik haza. Na jó, van, köszönjük. Jól esett, igen, semmiből kaptunk egy virágcsokrot. Igen, ez az annyira eső előtti, tehát hát előtti pad volt ez a vallomások pad. Az ember a barátja előtt nem feszélyezi magát. Nyilván az első időszak az nagyon törékeny, akkor nyilván nem adja ki az ember magát úgy, de egy bizonyos idő után az ember ne feszélyezze magát, hanem tudja magát adni, és ez nálunk nagyon működött, hogy őszinték voltunk egymáshoz, és az a habitus, ami mondjuk bennem volt, ez a vidámság, azt nem kellett magamba folytani. Ha volt valamiről véleményem, akkor ezt elmondhattam, még hogyha ellenkezik is. Istennek ez is egy munkája volt bennem, hogy azután, ugye korábban szakíthattam ezen a lánnyal, utána erre fölbátorított, hogy ha valamivel nem értek egyet, vagy más a véleményem, azt vállaljam föl, nem mint hogyha kerestem a konfliktust, de ezt ki kell nyilvánítani, előbb-utóbb úgyis ki fog jönni, tehát inkább előbb, mint hogy utóbb. Tehát... Amíg ismergettünk, hogy mit szeret rajtam, meg hogy miért fogadott el engem, tehát szegény, sokat nyúztam ezzel, hogy egy fogyatékos lányt miért szereti, meg hogy miért szeret engem, meg mit szeret rajtam. Valami ilyesmit mondtál, hogy te önmagam, tehát hogy neked ez önmagamért szeretsz, és mit mondtál? Talán így válaszoltam, hogy nyilván ez is csak egy óvatosság kell, hogy nincsen, hogy nem lát, meg ugye a hallása is nagyon minimális volt, de én nem azt látom, hogy most mik a korlátaim, tehát én tényleg a személyiségét láttam. Nagyon vidám volt a kapcsolatunk, tehát ez a nagyon vidámság, és emlékszek rá, hogy megkérdezte tőlem csak úgy, hogy én leszek-e a mennyasszonya. És én azt hittem először, hogy viccel, és elkezdtem nevetni. Tehát én annyira nevettem, hogy azt hittem, hogy poénkodik. És elkezdtem nevetni, és akkor csak az volt a furcsa, hogy hát ő meg csendben van. És akkor mondom, most mi van? És akkor hát akkor esett le, hogy akkor jó, hogy lehet, hogy komolyan kérdezi. És hát akkor meg elkezdtem sírni, hogy most akkor mi van? És szegény meg volt lőve, hogy akkor mi van, én meg nem tudtam kinyugni azt, hogy hát persze, igen, csak mert én nem volt bennem kérdés, hogy nyilván már ez, mert tudtam, hogy nagyon szimpatikus, tudtam, hogy nagyon szeretem, nem volt kérdés, meg békességünk volt. Kaptunk ugye egy igét, még a kapcsolatunk elején, amikor elkezdtünk komolyabban ismerkedni, akkor azt az igét kaptunk,
megtudtuk, hogy Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Katonának, és pont akkor alakult ki ez a kapcsolatunk, tehát hogy azt, hogy akkor vegyük komolyabbra ezt az ismerkedést. És nekem az egyik így nagy harcom az volt, hogy Viki igényelt, hogy minden nap találkozzunk. Én meg úgy hát mondtam, hogy jó, de egy idő után nekem az nagyon terhes volt. És akkor ez nekem nagy harc volt, hogy felvállalni azt, hogy már pedig attól én még szeretlek, az nem azt jelenti, hogy minden szabad időmet veled kell, hogy töltsem, mert ugye van magánéletem is, tudatta, hogy x dolgokat el kell olvasni, ügyintézni, barátaimmal foglalkozni, családommal, meg hát, na, hát magammal is törődni, sportolni, pihenni, és hát ami úgy jól esik. És ez nekem nagy harc volt, hogy ezt is fölvállalni, és vállalva azt, hogyha ez a Vikinek nem tetszik, akkor itt be lehet zárni a kaput, és akkor nem megyünk tovább, nem működik tovább. Ez volt, emlékszem, az első nagy harcom. Nekem is, meg közös harcom, hogy ezt elmondjam a Vikinek. Szerintem fontos, hogy mi nem csak ketten voltunk, hanem hogy jártunk egy közösségbe. Igen, pont azt akartam még mondani, hogy nem... Fontosnak tartottuk azt, hogy ne fulladjunk egymásba. Igen, nekem... Fontosnak tartottuk a barátainknak a visszajelzéseit. Tehát, hogy ne menjünk... Igen, az, hogy beton, nekem... A faja a betonnak, hanem úgy, hogy ugye, mert szerelmesek azok, akkor minden rózsaszín, minden szép. Nem. Még mindent jónak lát, és ugye ez az egy ideig tart, és ugye... tartós, egy házasságon is sokkal több. Jellemző volt még az ismerkedési fázisunkra, úgymond a próbatételek is, külső-belső, Viki édesapjának a betegsége, hogy akkor ez hogyan, ugye az egy nagy kényszerpályát jelentett, Viki családjára nézed, ugye ránk is, mert akkor az időt ugye más, van meg lelkiállapotban is. Nagyon jó, hogy úgy volt próbatételünk, mert nem engedtük el egymás kitételem, Zoli, hogy kitartott mellettünk, pedig tényleg nagyon kegyetlen, nehéz időszak volt. Édesapám volt az, aki gyurmázott engem, azért neki nagy kétségei voltak, és nagyon jól tudom, hogy ő is szeretetből próbálkozott nálam, de fontos, hogy csak a házasságig akart engem józanságra inteni, mindig mondta, hogy fiam, jó gondold meg, mert mi lesz, és akkor hozta a példáit a munkahelyéről, hogy van neki is ismerőse, aki úgy házasodott, hogy úgymond fogyatékos, vagy sérült a felesége, és szétváltak, és ez mindig így, tehát nem egy biztató volt, hanem, tehát ő volt az, aki a jó, elején jó veszekedtünk, vagy csúnyán veszekedtünk, aztán az úr megtanított vitatkozni vele, elején domináltak az érzelmek, és utána meg inkább a józanság, de azt is Isten felhasználta arra, hogy jobb, még inkább meggondoljam, hogy komolyan gondolom Vikivel a kapcsolatomat, vagy nem. Nagyon szép volt az esküvünk napja, tényleg gyönyörű, úgy annyira megáldotta Isten az egészet. Nagyon szép nap volt, minden kerek volt, egybe volt, és akkor elmentünk a Nász útra, hazajöttünk, és utána kiszakott a dobhártyám. És ez volt egy érdekes dolog, hogy én nem éreztem, hogy kiszakadt a dobhártyám, mert azt mondták, hogy orvosilag azt érezni kell, hogyha valakinek kiszakadt a dobhártyája, mert az piszok fájdalommal jár, és nekem nem fájt semmi, egyáltalán nem volt fájdalmam, csak a gennyde szívás fájt. Na és utána én betettem a hallókészülékemet, és nem hallottam semmit, kész. Úgyhogy onnantól kezdve tudtam azt, hogy mi a... Tehát onnantól kezdve tudtam azt, hogy... tudtam azt, hogy ez... Hogy egy ilyen dobhártya szakadás, az okozhat sügettséget. Tehát én ezzel tisztában voltam, hogy lehet, hogy soha többet nem fog megjönni a hallásom. Mikor az ember elmondja a házassági fogadalmát, hogy sem egészségében, sem betegségében, meg hogyan... Azért azt mondom, hogy ott csak a derűsebb oldalra koncentrál, de az, hogy rá egy hétre, ezt valóban ezt be kell váltani, hogy sem betegségében el nem hagyom, meg vele tűrök, azt hiszem, azért az egy harc volt nekem. Mondom, hogy úgy fogalmaztam, hogy nem erre fizettem be, valahogy végig is benne van a paktiban, senki nem mondja, hogy nyugdíjas koromra
leszünk betegek, valakinek tényleg egy hét után ez bejön, úgyhogy nagyon lázadtam Istenem, hogy most akkor ez mi van, most hogy van ez így. Hát ez kemény volt. Úgy gyermeké vagyunk, és akkor ezt megengedi az életünkben, ez egy nagy harc, meg lázadás volt. De ezt úgy képzeled, hogy nem tudtunk beszélgetni. Tehát nem tudod, tudsz egy szót elmondani, mert nem hallja értettem. A hangot, de nem érti. Igen, és akkor volt ez a Braille ABC, ilyen kis papír négyzetben, AB, A-tól Z-ig, és akkor ott tettem rá a kezére egy betűnként, hogy tudod, és akkor úgy próbáltunk kommunikálni, és közben ott nem lehet, hogy nagyon lelki, hát ilyen SMS szinten lehet kommunikálni, hogy egy szó, semmit. Egy 10 perc van. Nagyon semmit. Nem tudtam otthon semmit csinálni, ugye, mert nem tudtam dolgozni, nem tudtam semmit csinálni, csak voltam. 3 hónapig. És ugye ezt tapasztalod, akkor azt tudod, hogy na ez van, nem fog javulni, akkor innentől kezdve, tehát a végéig, akkor ez van. Én ezt tudtam, tehát én ezt... Hát azt mondtam, hogy remek. Látott a szívemben is ez a indulat, hogy valóban, ezt komolyan gondolom, az eskütét, a szövegét. Nagyon, nagyon brutális. Brutális volt. Benne egy nagy adag önzőség is valószínűleg. Lelki ismeret furdalásom volt nekem, hogy akkor most miért teszem tönkre másnak az életét, meg amúgy tele voltam önvágyal, meg mindenféle, meg harccal, meg amit csak el lehet mondani. Aztán utána még emellett kezdődött egy betegségem, és hogy állandóan beteg voltam, influenzás, lázas, tudatgyulladás 1 évig folyamatosan. Aztán volt egy ige, amit a Zoli nekem legépelt a Braille írógépemen. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. És akkor ez volt bennem, hogy igen, Uram, sok jót tettél már velem, és én most akkor itt vagyok. Egy kedves barátnőm sokat segített, akkor ima közösséget tartottunk, és el tudta fogadni ezt a Braille ABC-s kommunikálási módszert. És akkor minden héten jött és tartott a kíma közösséget, ez nagyon jó volt. Utána gyógyszereket is szedtem, ugye, meg mindenfélét, és egyszer csak elkezdett visszajönni a hallásom, nagyon gyengén, és nagyon gyélen, és nagyon olyan, furán, de annyira visszajött, hogyha odahajolt az Uri a fülemhez, vagy akárki, akkor értettem őt, és tudtunk kommunikálni. Születése után elkezdett folyni a fülem megint csak, nagyon sok víz jött belőle, vagy hát nem tudni, hogy mi, de víz. A fülemen keresztül távozott a víz, ami felhalmozódott a szervezetem a terhesség alatt. És el is ment a hallásom. Isten hihetetlen erőt adott, meg hihetetlen bölcsességet, amikor nem is hallottam, csak hangfoxlányokat, nem tudtam, hogy a mendegú sír, vagy nevet, vagy egyáltalán mit csinál. Tehát ez nagyon kalandos volt, úgymond. 2-szer kaptam azt az ígért ebben a siketvakkó szakumban, hogy azt mondja, te hited megtartott téged, ezt 2-szer kaptam, és csodálkoztam azon, hogy Istenem, hát ebben az időszakban mit lehet, hogy jön be ez az egész, hogy megtartott engem a hitem, meg most akkor mibe higgyek egyetlen, de valahol éreztem azt, hogy én hallani fogok valamit, tehát én fogok hallani, tehát nem tudom megmondani, de hogy ez úgy azt hozta elém ez az ige, hogy fogok hallani, nem tudom, hogy hogyan, de hogy fogok. És ez így előtt adott a nehézségedben, és ezt el is fogadtam, emlékszek rá, hogy úgy van, tudom. És akkor jött a műtétnek a lehetőség, ez az implantátum lehetősége, amitől nagyon féltem, mert ez egy nagy műtét, meg nagy beavatkozás. Meg is műtöttek.
benne, és imádkoztam azért, hogy mert már benne akkor másfél éves volt, és imádkoztam azért, hogy Uram, hogy addig a benne ne beszéljen, ameddig én nem hallok, mert hogy akkor hiába beszél, hogy akkor mi lesz, hogyha neked beszél, nem fogom őt hallani. És hogy annyira jó volt, hogy ezt Isten úgy időzítette, hogy addig a benne tényleg nem beszélt, csak utána, hogy nekem föltették a készüléket, és másnap te hallottam. És tényleg azt mondom, amikor mentem hazafelé a vonaton Pécstől, és Zoli vált engem a vonat megállóba, és akkor köszönt nekem, hogy csá. És én ezt meghallottam, és értettem. Bemettünk a barátnőmékhez, mert ők vizsgáztuk a gyerekekre, és ővel is beletettem pár szót, és értettem, és annyira csoda volt, és másnap már mobiltelefonáltam, felhívtam az audiológusomat, aki majd lefordult a széktől, hogy mi az, hogy mobiltelefonál. Úgyhogy elvileg ezzel az implantátummal nem is lehetne mobiltelefonálni. Úgyhogy Isten megspórolt egy évet, eleve az, hogy működik. Hihetetlen volt, döbbenet. Egy éven belül működik. Döbbenet. És az, hogy másnap már így hallottam, és a vendét is hallottam, de akkor kellett elő is beszélni a vendegúz, mondott szavakat, és én értettem, hogy mit mondott. És az orvosok azt nem értik, tehát ezt nem tudják megmagyarázni, hogy ez úgy történt. Úgyhogy Isten csodája. Ez a tia. Gyere, te kis tünelmény. Igen. Virágszár. Kis virág kiegyensúlyozott mind a kettő. Nagyon... Ezt hogy érzékelted, hogy mosolygott? Hát így. Igen, úgy. És akkor ezt lehet érezni. Igen. Tehát hasonlóak nagyon a kiegyensúlyozottságban, a mosolygás, tehát hogy ilyen kis vidámok kiegyensúlyozottak, kiszámíthatók, ebben ugyanaz. Csak abban más, hogy a dolga azért beszédesebb most ilyen pici korban, meg jaj. Na, meg kis virgoncabb. Jó étvágyat. Szóval a vendegúznál akkor kezdődött a kaland, amikor elkezdett járni, mert amíg mászott, megkúszott, addig bent tudtam őt tartani a nappaliba. Amikor nem találtad a vendegút. Jó, hogy itt vagy. Hát kemény volt. Képzeljétek el! Igen, amikor már jobb idő lett, és a vendegúz már járt, de én még nem hallottam, mert még műtét előtt voltam, akkor az volt, hogy a tornác lépcsőre Zoli föltett egy ilyen ajtószerűséget, tehát ilyen rácsot, hogy ne tudjon a lépcsőre menni a vende, de a tornác kimehetett. Hirtelen csöndbe. És kerestem a vendégúzt a tornácon, tapogattam mindenfele, hogy hol a vende, nincs. Nagyon megijedtem, hogy Uram, nem tudom, hogy hol a vende, és egy 10 percig kerestem, de már sírhagyni kerülgetett. Hát nem tudtam, hogy csinálni, felhívtam a szembe szomszédot, aki autószerelőjed és biztonságot adott, mert mégis ő többnyire otthon szereli az autót. De akkor megmondom, sírtam. Tehát ez iszonyat volt, hogy a dorka baba, azt még te nem tudod. És mikor jött, egyből láttam, hogy nyitva volt a fürdőszoba ajtórésre, illetve nem volt nyitva, csak benézett oda, és a fiam pakolta a fürdőszobát. Dorka babánál meg egyszerűbb a helyzet, mert már ugye tudom azt, hogy hogyan lesz, meg mit lesz, hogy nagyjából, tehát, hogy mit fogok csinálni, hogyha elkezd mászni, meg kúszni a vendelgúz, mi van az első, hogy akkor ki kellett kísérletezni. Hát csak sejtett szerintem. Hát csak sejtem, tehát jó, oké, nem tudom. Meglátjuk, hogy mi vár ránk. Igen, tehát ez jó, ezt így nem tudom, én csak arra mondtam, hogy nagyjából. 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 Ugye, Irekszám?
Ahol még nagy kópia Bendegúz, de szót fogadó, tehát... Szélsőségektől mentes, azt kell mondjam. De nagyon kalandos vagyok, én annyi nevetek fel, mert élvezem csinálni. Bendegúz! Bendegúz, jössz segíteni kipakolni a mosogatógépből! Na. És akkor ezt csak elkezdjük. Áldozásod, jó. Köszönöm. Mert ki nyugodtan. Elmert ki, ahogy szoktad. Úgy emelt ki, ahogy szoktad. De a tányérokat a kezembe, hogy köszönöm, te tündér. Egyesével, úgy. Add a kezembe. Köszönöm. Hat. És akkor a pulton a késeket gyorsan kikapom belőle. És akkor a kanalakat, azokat ő szokta. Ezeket pedig úgy szoktuk, hogy... Hogy a késeket szoktam belőle, most úgy. Azokat így vele szoktad a fiókba. A késeket ezt kiszoktam menni, hogy ahhoz ne nyúljon a Bendegúz. Aha. Igen. Aztánál. A kanál. Oda kell tenni. Várjál, állj meg egy picit, Bendegúz, állj meg egy picit. Amikor nem volt mérlegem, akkor végig is nem tudtam mérni, hanem akkor megkértem vagy a Zolit, vagy éppen mást. Ez a beszélő mérleg. Amit bekapcsolom. 0 gram. Igen, és akkor a csőzt ráteszem. 31 deka, 6 gram. 31 deka, 6 gram. Úgyhogy ez nagyon segít, mert akkor végül is önálló vagyok így mérésben. De a hűtőben én nem szoktam minden jó rendszert csinálni, hanem én, hogyha keresek valamit, akkor nagyjából kitapogatással találom meg, hogy mi hol van. De margarin mondjuk az itt van, kenőmájas rajta. Akkor joghurt, és akkor így végignézem. Ez a vízforraló korong, ami arra jó, hogy bele kell mindig tenni az edénybe, a levesnél is, vagy akár minél főzeléknél, amit vagy tejnél, amit forralni szeretnék. Akkor rárakom a gázra. Amikor elkezd majd zörögni, akkor forra víz. Bejelöltük a sütőnél, hogy kettővel kell elfordítanom, hogy ez így álljon, és akkor van a sütő nekem alul fölül sütőre bekapcsolva, hogy van, melyik hőfokon van, mondjuk így van a 200-on kb. Körülbelül. Na, felford, kész. Készen van. Nekem mondjuk hangos, mert nekem éles. Tehát meghallom a másik szobából. Ezt egyébként anyuka nem tanította meg, mert ő is megtanított olyan alapvető dolgokra. Nem vagyok egyébként nem, azért nagyon profi. Van, amikor elvágom egyébként az ujjamat, tehát olyan bele csúszik. De azért egy picit el voltam kényeztetve, tehát hogy nem voltam úgy rákényszerülve, amíg az ember otthon lakik. Zoli tudott ebbe segíteni? Ő nagyon sokat. Meg hát anyu is, hogyha itt van, ugye nagyon sokat magyarázott nekem, hogy mit, hogy kell csinálni. Nagyon bátortalanul kezdtem, tehát nekem úgy, hogy a sütemény az nagyon jól ment. És a levesfődéssel voltam úgy, hogy az nagyon-nagyon nehezen ment, mert azt ugye fűszerezni kell. Vagy túl sok levet tettem hozzá, és akkor túl ízetlen. Vagy elsúsztam, és akkor túl fűszeres lett. Tehát az elején mindig így voltak vele gondjaim. Valamikor csinálok egy pálcot, és akkor azt szoktam, hogy pálcot megcsinálok előre,
és akkor, mint tudom én, így délelőtt vagy reggel beleteszem a pácba, és azokba szoktam rakni ilyen kakukkfű, meg mozsalikon, meg mindenfélét a pácba, amikor én csinálom, de most van ilyen kész, úgyhogy ezt elszúrom úgy, ahogy van. És akkor ez csak... Na. Zsuri! Ja, Zsoli, gyere egy pillanatot, és ott van fönt, és ott le kéne venni, hogy ne kelljen most székre. Na, már nem emlékszem, hogy hány kocsit kell csinálni. 32 óra. Köszi. Na, és akkor utána jól van, köszi. Ja, dugjam. Oké. Jó, van. És akkor hány, hogy áll a bekapcsolója? Aha, ez, ugye? Uh-huh. Nem. Ez. Az. Oké. Okay. És a kis kanál, ez nem tudod, hogy hol van az olajos kanala? Itt van. Ja, ez, jó. Aha. Oké. Okay. Ja, köszi. És akkor 35 perc, vagy mennyit szoktad? Azt mondom, fél óra elég. Fél óra, 30 percet tudom, hogy szoktam, mert még azt... Jó, van. Na. Oké. Okay. Jó van. Szuper. Gyere, adjunk, mama süt, jó? Csinálja az ebédet, anyuci. Jó. Gyere, meg a dicsit is oda kell, akkor egy különbként. Gyere, makkalat, jó? Gyere, bundukám. Na. Ez meg azért jó, mert csak ide bele kell rakni a húst, itt szépen elterítve, majd mindjárt megmutatom. És akkor ez még ráadásul egészséges is, mert csak egy kanálnyi olajat kell beletenni ezzel a kanállal. Az a lényeg, hogy egyenletesen kell igazgatni. 80 dekel és 1 kg, amit egyszerre lehet ebben csinálni. Annyit tud így átsütni, megsütni. Jó, ez nagyjából ez jó. Szóval az olajöntés, ott baromi nehéz. Nem szeretem. Az a lényeg, hogy egyenletesen valahogy egyenletesen el kell az olajat rajta oszlatni. Na jó. Kész. Na és akkor ezt le kell csukni. Na akkor bekapcsolom. És akkor 30-ig kell számolni, ha annyiszor kell ezt a gombot nyomni. Igen, és neked is. Jó, lágyál! Na, ez a köszönöm. Úgy, Jézus Krisztus, köszönöm neked a terített asztalunkat, hogy ismét bőséges ebéddel válsz minket, köszönjük a te hűségedet, kérünk, hogy áld meg asztal közösségünket, beszélgetésünket. Gyere, vendegúz! Jó, akkor gyere, vendegúz! Anyu kevét fogjon gyere. Meg. Felmegyünk a Petihez, meg a Csillához. Jó, van, akkor majd mondom, hogy mi kell, mert nem kell az egész utcán. Jó. Felmegyünk, nem tudom, hogy ez a kemeletre. Megmaradt, ugye? Aha. Jó van. Úgy gyönyörű, Viki. Nem kell, felérszer.
Nem látványos. De hogy nem nagyon szép. Úr Jézus Krisztus, te nevedbe gyűltünk itt össze, hogy téged dicsőítsünk. Szükségünk van a te jelenlétedre, a te személyedre, a te szeretetedre. Amit a szívemre helyeztél, azt át tudjam adni a barátaimnak, testvéreimnek. Te nevedért kérjük ezt. Amen. Vikusznak a hallókészülékének nagyon izgalmas éve volt. Tudni, történt két komoly baleset vele. Ugye azt talán tudjátok, hogy Vikinek volt egy műtétje, tavaly áprilisban, tehát lassan másfél éve. És akkor kapott egy ilyen speciális hallókészüléket, amire vigyázni kéne, mint a hímes tojásra. Tehát nem kaphat nagy hőt, meg csapadékot se. Ennek ellenére, amikor Bánitára mentünk egy fél éve egy Isten tiszteletre, akkor valahogy beleesett egy WC-be. De ott is úgy, hogy kivette minden elemet belőle, hogyha be is ázott, kicsit szárítottam, majd szárítóval, amit szintén finoman kellett, mert ugye nem kapott hőt se. És akkor lényeg az, hogy az Úr megkönnyörült rajtunk, és működött a készülék. Késtünk az Isten tiszteletre, és nem tudtuk odaadni a lelkésznek ezt a mikrofont, úgyhogy amivel Viki jobban hallja a távolabbi hangokat. És akkor beültünk ott egy mikrofon, vagy egy hangszóró alá, és akkor Viki mondja, hogy nem nagyon hallja, mert ugye a hallókészüléknek a mikrofonja inkább előre szedi hangot, mint hogy fölötte meg mellette. Van egy olyan funkciója, hogyha azt a kis pöcköt kihúzza, akkor a térből összeszedi a hangokat. És akkor elég emlékeztem, hogy akkor itt az alkalom kipróbáljuk. És körülmel simán ki tudtam pöcköt, és az volt a baj, hogy a kezem maradt az egészet is pöcköt. És jó van, akkor próbáltam visszapöccinteni, mert azt hittem, hogy ez a gyári működése. Ez nem a gyári működése volt, és nem is a mikrofon, hanem ez az erősítő része volt ennek a készüléknek. Ott visszatettem, és a Vikuc nem hallott semmit. Hát mondom, akkor ez egy nagyobb gond, mint ahogy az én optimizmusom elbírta volna. Hazamentem, szétcsavaroztam egy kis órás csavarhúzóval. Hát láttam, hogy igen, ez egy ilyen ötpólusú, ilyen nagyon finom kis kütyű, ami ezért nagyon kevés vagyok. Mi lesz a gyerkőcökkel? Végső elkesedésemben felhívtam édesapámat, neki van mindenféle jó kis nagyítója, meg ilyen apró kis műszeré. A lényeg az, hogy kb. Ilyen 4 órás, ilyen, úgymond én műtétnek hívom, ilyen 4 órás műtét az sikerült életet lelni ebbe a kis készülékbe, de szintén nem a mi kezünkben volt ennek a megoldása, mert úgy szakadt ki ez a kis potméter, hogy ott maradt a luka, ilyen hajszálvékony az egész berendezés, tehát döbbenetes, hogy milyen a technika, és nekem úgy sikerült beleszakítanom ezt a kis alkatrészt, hogy ebből még van valami. Úgyhogy ezek után olvastam a 91. Zsoltárt, amin keresztül Isten megláttatta velem mindezeknek az események mögött az ő szabadítását és az ő oltalmát. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Isten szent szerelmét,